Három beteg életén segíthet az egy donortól levett egy-egységnyi vér, hiszen vörös vérsejt koncentrátum, plazmakészítmény és vérlemezke koncentrátum is készül belőle. A betegellátáshoz a 4 napos ünnep alatt is szükség volt vérkészítményekre, a legrövidebb lejáratúak felhasználhatósága pedig mindössze 5 nap. Az ilyen hosszabb időszakok, mint például a húsvéti 4 napos hétvége, azért nehezíti meg a véradást, mert ezeken a napokon ugye egy hosszabb idő kimarad, és akkor a hirtelen fölépő vérigényre is akár tudni kell reagálni, mind a Vöröskeresztnek, mind pedig a vérellátó szolgálatnak. Ezért szoktuk ilyenkor fölhívni egyrészt a donorok figyelmét, és a potenciális donorok figyelmét is arra, hogy lehetőségeik szerint az ünnepek után menjenek el vért adni. Megyénkben napi szinten van lehetőség véradásra. Nyíregyházán a Szent István utcai területi vérellátó intézeten kívül kiszállásos helyszíneket szervez a Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Beregi szervezete a megye számos pontján. Húsvét előtt április 14-én volt lehetőség utoljára véradásra, az ünnepek után pedig 19-én lehet ismét donor valaki. Ebben az évben nagyon sokszor tisztítottuk az adatbázist és vettük fel a kapcsolatot a véradókkal, úgyhogy így most éves szinten 16 ezer rendszeres véradó van, akikre támaszkodhatunk, és ők el is jönnek erre a véradásra. Ugye ez nem 16 ezer embert jelent, hanem az összes véradás alkalmával ennyiszer jelentek meg donorok. Ebben van olyan is, aki egyszer vagy kétszer jelenik meg, vagy jön el egy évben vért adni, és van, aki pedig 4-5-szer is eljön egy évben vért adni. A véradások pontos idejéről és helyszínéről a www.ovs.hu és a www.vöröskereszt.hu oldalakon lehet tájékozódni, számos helyszínen időpontfoglalásra is van lehetőség.